És ha már itt tartunk, a postásképzésen van levelező szak? Ki volt az, aki kitalálta azt a szót, hogy térti vevény? Annak semmi értelme. Az olyan, mint egy Lázár Ervin mesefigura. Térti vevény és zsalugáter. Ez is ilyen. Elindult a koponyányi monyóhoz. Karpa szományba, az ámbitus alul egy rahegyli vájlinggal, nagy rösssel, nagy garral caplattak. A kőröndön át, tirádákkal, kimarjult kezekkel, nyakló nélkül, tőgy melegel. Ilyen szava. A magyar postán az a jó, hogy van az, hogy ajánlva, az azt jelenti, hogy kivisszük. Azt kell, akkor kiviszik, úgy kell kérni. Meg van az, hogy lehet. Ha arra járunk, ha úgy jön ki a lépés, ahogy esik, úgy puffan, ha épp oda érünk. És van az utánvét, amikor te fizetsz még utána. Én kaptam utánvételet csomagot, egy gatya ott maradt egy fellépése, ma már nem iszom traktoros lányok gumicsizmájából a Tesco pesgőt. Utánam küldtek egy gatyát, elmentem, egy gyakorló postára járok, az azt jelenti, hogy gyakorló posta, van egy idős néni és egy fiatalabb avatárja. Ki helyette pecsétel. Özvegy horvátné súlyos anomália és gyakori mizéria, tanítványa. Eleve a magyar postán repül az idő, mint egy ólomszárnyú betonbagoly. Az előttem álló csajnak a derét tett kóját felből le tudnám rajzolni. Meg van az a típus, aki kiszedik a szemöldöküket, ez az önkéntes Niki Lauda. Típus, ez állt előttem. Lényeg, hogy rákerültem. Rákerültem, mondták, ez nem itt van, ez a központi postán. Nem tudom, mihez képest központi posta. Elmentem a központi postára. Ott is álltam, mondták, ez nem, mert ez ekkora univerzumban központi posta, meg azt mondják, hogy 5 milliárd évre van még elég hidrogén a napban. Hát mondom, a gyógyszertárban már nem lesz időm beugrani, az biztos. A harmadik sorba álltam már, mindegy, a lényeg. És amint rákerültem volna a harmadik ablakra, elhúzta a függönyt a néni, hogy műszakváltás. Úgyhogy most visszamegyek, és fegyverrel fogom befizetni a csekkeket. Semmi hősködés. Ez egy csekkbefizetés? Nem kérek sorsjegyet. Nem kérek sorsjegyet! Nincs apró, mondja meg, nincs apró! De most már nem lehet bemenni a benzinkútra fizetni, így kell bemenni a benzinkútra, hogy nincs szupershop kártyám, nem ütöm a pontokat, nem kell a plusz patkány, nem kell üdítő.